húsvét közelettével szeretnénk egy olyan szalvétahajtási modelltrükköt bemutatni, amiben még a szépen festett vagy hímzett tojásokat is elhelyezhetjük. Most egy mintás szalvétát választottam, amit teljes nagyságba kinyitunk. Érdemes most a színes oldalán hajtani, mert ez fog jobban érvényesülni, amikor a tojásokat belerakjuk. Ugyanúgy a csúcsokat, mind a négy csúcsot a középső részhez hajtom, középponthoz, borítékhajtásba. Picit nehéz lesz a dolgom, de miután már sokat szalvéta origamit hajtogattunk, sok szalvéta modellt készítettünk, és már elég nagy gyakorlatunk van abban, hogy lehúzva az asztal lapjáról, így, ezzel a trükkel átfordítsuk a másik oldalra. Megint semmi más dolgunk nem lesz, mint hogy a négy csúcsot a középponthoz hajtogassuk. Ezt érdemes egy picit jobban megerősíteni, mert most a veszély fönnáll, hogy szét fog nyílni a papír szalvétán. Itt, ahol a hajtásvonalak találkoznak, egy felező hajtással megerősítjük a papírt itt, majd kinyitjuk, és még egy felező hajtással megerősítjük ezen az oldalon is. Megpróbáljuk a szalvétánkat úgy a kezünkbe fogni, hogy ebből egy kis batyut képezzünk, és a pici zsebecskéket megnyitogatjuk. És nehezékképpen segítségül hívhatjuk a szép tojásokat, és beleültetgetjük. A három tojást szeretnénk így is el lehet készíteni, de az eredeti elképzelésünk a következő.